Köszöntök mindenkit, jön Dublinból az Írország-Lengyelország mérkőzés, megkezdődnek ezzel, tehát az E csoport küzdelme is. Gyakorlatilag, hogyha jobban belegondolnak, ez egy kisebb halálcsoport is, hiszen ugye ott vannak a spanyolok, ráadásul Svédország, Írország és Lengyelország is azért európai szinten mutatott már nagyobb bravúrt is. Nyilván nem akkor a halálcsoportról beszélünk, mint mondjuk az F csoporttal, ugye mellettünk ott vannak a spanyolok, a franciák, a németek, illetve a portugálok. A spanyolok ebben a csoportban vannak, ők este Bilbaóban majd a svédekkel játszanak, most viszont előtte jöjjön a csoport nyitó meccse, Lengyelország, Írország, Dublinból. Itt vannak a lengyel szurkolók, azért ők is bőséggel érkeztek ide az ír fővárosba. A hazai pályán játszhat Írország két EB meccset a csoportban. Randolph Wade az íreknél, Stevens, Egan, Duffy és Coleman alkotják majd a védősort. Hurihén, McCarthy, Hendrik, Brady és Daherty pedig majd a középpályán, elő pedig majd Shane Long kezd a támadó pozíciójában. Kicsit esélyesebbnek tartják egyébként a lengyeleket, de hogyha azért van egy sötét ló vagy valami kiszámíthatatlan csapat, akkor az talán pont az ír, vagy pont az egyikje az ír csapat, amelynél tényleg soha nem lehet tudni. Például a legutóbbi EB-n ugye az olaszokat is sikerült megvernünk a csoportban, a franciák ellen vezettek és 2-1-re kaptak végül ki a 8-at döntőben, úgyhogy bizony a lengyeleknek nagyon nehéz dolguk lesz, azért a lengyelek is nagyon jó erőben vannak. Megnyerték ugye a selejtező csoportjukat, az írek pedig pótselejtező jutottak ki. Nálunk láthatták azt a meccset az északírek ellen. Nyesnyi kezd, Ribusz, Bednarek, Glik, Krisoviak, Linetti. A lengyel kezdőben Zielinski, Grosicki, Blaszczykowski, elő pedig Lewandowski, többek között Milik és Piontek kimaradt az a lengyel kezdőből, úgyhogy így vágunk neki a mai meccsnek. A Bayern München gólvágója Robert Lewandowski, tehát az ír csapatban mindkét csapat egy támadóval egyébként, de azért a Napoli és a Hertha támadóját, Pionteket és Miliket is azért valószínűleg legalább csereként látni fogjuk a mai meccsen, vagy akár az EB folyamán. A svédek és a spanyolok még ebben a csoportban, az ő párharcukat este 9-től láthatják. Hendrik kapja közben. Hendrik. Jól tartotta meg, Daherty. Coleman. Coleman adja be, nem is rossz, ott is a fejes, és végül mellé megy, és les volt. Long fejelt. De marad a 0-0. Snyesnyi a Juventus kapusa jöhet. Korábban ugye nagyobb klubokban is megfordult, vagy a top klubokban, az Arsenalban és a Rómában, de azt hiszem egyelőre pályafutása csúcsa a Juventus. Daherty, amelyik klubba eddig eljuthatott. Hendrik. Long. Egy lövés. Lövési kísérlet akart lenni, egy gyenge volt. Könnyedén blokkolták a pirosban lévő lengyelek, kedzi orá. A legutóbbi EB-n ugye negyed döntőig jutottak a lengyelek, az írek, mint mondtam már korábban, 8-at döntőig a lengyelek megnyerték. A selejtező csoportjukat az írek csak harmadikok lettek az ötfős csoportban, Dánia és Svájc mögött, viszont utána ugye a szlovákokat nálunk kiejtve, utána jött az északírek elleni meccs, amit Brady gólja döntött el, és lett 1-0. Ugye azt a meccset is közvetítettük itt a csatornán. És így végül az írek jutottak ki a pótselejtezőn. Zelinski. Grosicki, ez is les. Most a túloldalon. A Regis Graver vezeti egyébként a mérkőzést, róla még nem esett szó, ő ma a spori. Coleman. Eladják közben a nem adják el, a lézírek megtartják. És most veszítenek labdát, Zielinski szerezte meg. A Napoli másik lengyel játékosa, Piotr Zielinski. Hozza, de Duffy szerel. Hurihén. Hendrik. Szép játék, és megint lesen volt Shane Long. Helyzetből egyelőre nagyon semennyi, lesből viszont már három is, 18 perc alatt. Long,
Ezért talán majd elkezdhetjük lassan számolni a helyzeteket, meg a gólokat is a meccsen, Hendrik. Annyira nem esik egymásnak egyik csapat sem, meg Carsi elvállalta Messiről, Hurihén, Jócsel, Hendrik. Hendrik is lő egyet Messiről, ez pedig mellé. Akkor statisztikailag azért jó számolom, 4-0 lenne a lövés arány Írországnak. Viszont azért, ha őszinték vagyunk, nagyon a komoly helyzetek azok az íreknél is ugyanúgy nulla, mint mondjuk a lengyeleknél. Kedzi óra. Kedzi óra. Blaszczykowski. Stevensot hagyja ott. Blaszczykowski! És az úgy még jó lehet. Lewandowski! Randolph véd, és ez nem volt les. Lewandowski előtt a meccs első helyzete a 25. percben. Meglátjuk, hogy a Bayern Münchenben idén nagyon jó szezont futó Lewandowski az EB-n is tud-e majd gólt szerezni. És megint Lewandowski lő, és megint Randolph fogta. Ez most nem volt olyan erős lövés, de kaput talált. Long. Long. Daherty. Ribuszt futná le, Daherty. Vissza tudja tenni jól long sarokkal. Hendrik fordul be, Hendrik lő, megpattan! Mellé. Kérdés, hogy belekapott ezt nyesni, de így is szöglet lesz, mert megpattant. Hurihen adja be. Ezt kifejelik a kipattanó, viszont még ott van az írek előtt. McCarthy. Hurihen. McCarthy. Fejes! És Nyesnyi kezébe megy, Daherty. Na ez most már ír helyzet volt. Van helyzetet át Írországnak is. McCarthy fejjel, Daherty. Long. Hendrik. Hendrik teker, nagyon szép lövés, óriási gól! Vezet Írország a 33. percben Hendrik gyönyörű tekerésével. Ez szép gól volt. Vezet Írország. Jöttek a Lewandowski helyzetek, utána pedig az írek előre jöttek, és végül találnak is egy gól, de nem is akármilyet. Nagyon szép gól. Valószínűleg akár az EB legszebb góljai között is, ezt még viszont láthatjuk, de hát messze van még a döntő, hosszú még az odáig vezető út. Viszont a csoportkör és az E csoport egyik legszebb gólját most Jeff Hendrik szerzi. 33. perc, vezet Írország. A mai napon azért ugye, aki látta a norvég cseh meccset, de aki mondjuk látta a többi találkozót is, azért egy előnyben lévő csapat azért az EB-n sokszor megingott, vagy még sikerült megnyerni a meccset, vagy aztán például a cseh példa, hogy nagyon kiengedte a kezéből. Most meglátjuk, hogy az írekkel mi történik. Mindenesetre Írországban most nagyon ünnepelhetnek, hiszen azért mégiscsak Lewandowski-k ellen van meg a vezetés. Ugye Írország a legutóbbi két EB-n is ott volt, de a 2016-os volt talán tényleg az, ahol abszolút sikersztorit értek el az írek. A VB-re ugye nem jutottak ki, ott meg a lengyelek leszerepelték a csoportkörben, ugye kiestek. Az pedig helyzet! Még mindig ott a helyzet, és Randolph valahogyan ki tudta onnan tolni, nincsen lengyel egyenlítés. Hendrik, a gólszerző, Bednarek, Krisovják, Karol Linetti, Linetti, Lewandowski, Duffy, Daherty, Long, Hendrik, sietnek az írek, újra Long, Brady, Long, Hendrik, és Glick. Linetti, 3 percet hosszabbít Graver. Linetti, Blaszczykowski. Blaszczykowski vezetheti, igenre, Blaszczykowski még, Blaszczykowski, Lewandowski, Lewandowski, Randolph. A harmadik védésem a Robert Lewandowski-val szemben. Grosicki. Glick fejjel, Randolph védi ezt is. Ribusz. És itt a vége az első félidőnek. Kérem szépen, Írország, Lengyelország 1-0. Hamarosan jövünk a folytatással. Kedzi óra. Zselinski.
Krisztián Vigyák elkezdődött a második félidő a lengyel-ír meccsen. Lengyelország 1-0-ra, 1-0-as hátrányban. Ugye egy remek Hendrik góllal szerzett vezetést. Az ír csapat, de azért Randolphnak is nagy szerepei voltak abban, hogy nem kaptak eddig gólt, ez pedig egy lövés, de fölé. Nyesni. Bednarek. Glik. Blaszczykowski. Linetti. Urient adná ott. Stevens. Urien. Brady. Hendrik. Brady. És cseréljenek az írek. Arthur jön meg Arthur helyére. Igen. Blaszczykowski. Lewandowski. Blaszczykowski mehet most a lengyeleknek. Blaszczykowski. Kérik ott középen. Zselinski fejeli. Óriásit véd Randolph már megint. Milyen erővel és milyen messziről jött ez a fejes, és milyen szép bravúr volt. Na nézzük innen, igen, nagyon nagy reflex volt, mert egyébként onnan azért nem szokták ekkora erővel megfejelni, hogy ilyen gyorsan menjen oda. Ez már az ötödik védése volt legalább Randolphnak, és Zselinskinek ennyi jutott. Grosicki szöglete jött, Mierzhevski. Lewandowski vissza tudja tenni, Blaszczykowski! Mekkorát védett megint Randolph, és micsoda gólt lehetett volna Jakub Blaszczykowski onnan. Tényleg parádézik ma Randolph. Igaz, pont oda jött a labda, ahol ő volt, de attól meg ezt nagyon jól meglőtte. Blaszczykowski csak helyezni kellett volna talán jobban, ezt Randolph üti ki. Bednarek a kipattanó, sarokkal hagyja ott, és ott van Dohertynél. Hendrik mehet. Long, Hurihen, Brady. Stevens. Bedobás lesz Írországnak. Igen. Brady. Kedzi órá, nem volt kint, Linetti, mehet ebből most a lengyel csapat. Mire Zajszki. Blaszczykowski még be tudja adni, ott a kifejelt labda, Hurihen. Robi Brady. Hendrik. Taherty. Long. És ez is lesz. Volt már belőle jó pár az első fél időben, Long megy le egyébként, és jön a helyre Robinson, cseréltek az írek. Ribusz. Lewandowski. Blaszczykowski. Mirezjewski, belelövi a blokkba, Grosicki, Jócsel, Grosicki, ez is lepattan, ez is. Bednarek. Bizony nagyon nagy ír bravúr lenne ez az 1-0-ás siker, hogyha ezt kihúzzák így az írek. Tehát hatalmas érdemei lennének abban Randolphnak is. Brady. Stevens. Dopad Blaszczykowski. Linetti. Blaszczykowski. Mirezhevski. Kedzi Mura. Blaszczykowski, ott kéri Lewandowski, Blaszczykowski, Blaszczykowski, ellövi Randolph véd. Kolman. Helyzet volt ez is. És Kolmántól megszerzi Grosicki. Megtartja, Lewandowski fordul be. Randolph! Elkapja a labdát. Negyed órája maradt az íreknek. 3-8 a lövések aránya Lengyelországnak. Lewandowski. Linetti lő! Lepattan! És még Linetti. Stevens adja haza. Randolph! Hendrik. Robinson, Jeff Hendrick, nagyon nagy gólt lőtt, és úgy néz ki, hogy ez 3 pontot érhet. Brady, beadja, Hendrick megint, aj, de eltörte, és így megy mellé. Nagyon rákészült, aztán végül lecsúszott kicsit a lövése. Lejön Lewandowski. Több lövése volt egyébként Hendricknek, mint Lewandowskinak, de csak egyel, 5-4.
Edzi óra. Blaszczykowski. Meg Gédival jött a helyére. Linetti közben. Linetti és Milik jött be Lewandowski helyére. Ott a gól! Egyenlítenek a lengyelek, kérem szépen. A 83. percben. 1-1. Karol Linetti kiegyenlít. Nem tudta lehozni Randolph kapott gól nélkül. Nem lesz ebből győzelem. Egyelőre 1-0-es győzelem biztos nem lesz az íreknél. Nem húzták ki. Egyenlít Lengyelország. Itt hiába csúsznak oda Linettinek. Ő még el tudja lőni. Hát ez elég érdekes gól volt, Randolph pedig nem tudja kiszedni. De Linetti góljával, tehát kiegyenlít Lengyelország. A 83. percben már a 9.-10. lövési kísérletből csak összejön a lengyel egyenlítés, úgyhogy 1-1. Kolmán. Urihen. Milik. Hendrik. Megédi. Daherty fejjel mellé. Ez nem volt annyira veszélyes fejes. Blaszczykowskit is lecserélik a lengyelek. Jön a Héreklis. Sznyesnyi. Bednarek. Milik. Lewandowski viszont biztosan nem fog tehát gólt lőni a torna lengyel nyitó meccsén. Milik. Az ő gólyára lehet, hogy nem az írek ellen lesz igazán nagy szükség, hogyha lő gólt. Milik! Nem találta el túl jól. Hát úgy néz ki, pontosztoszkodás lesz, és hát a spanyol-svéd rangadó azért a szempontból tényleg érdekesnek ígérkezik. Na még talán egy írtámadás. Robinson. Hendrik. Robinson. Robinson, Robinson, Robinson még, Robinson kihagyja. Nem támadták és berúghatta volna azért győztes gólt a 94. percben a cserecsatár, de marad az 1-1. Hát, hiába, hogy csak két gól volt, azért egy nagyon jó meccset láttunk. Én azt gondolom, Írország-Lengyelország 1-1 az E csoportnyitó mérkőzéséről.